Na most elmondok egy történetet nektek, hogy hogy jártam az előbb. Úgy jártam, hogy jött utánam egy Renault Thalia, egy zöld színű, valami IGP volt a rendszáma. Én mentem lakott területen kívül a megengedett sebesség határ rond körülbelül. És képzeljétek el, körülbelül 5 kilométert jött utánam úgy, hogy 2 méterre volt, de ennek a fiúnak így ránézésre nem igen lehetett több a jogosítványa, mint 2-3 hetes. Csak azt szeretném mondani, hogyha valaki ilyen, vagy esetleg ráismer a videóba magára, akkor ilyen követési távolságot saját és mások, vagy utasai biztonsága érdekébe ne tartson, maradjon le, mert különben, ha nekem elébe ugrik egy őz, fékeznem kell. Ő neki azokkal a virsli kerekekkel, amivel jött, esélye nem lenne megállni mögöttem úgy, hogy ne törje össze az én kocsim hátulját. Szóval borzasztó szomorú, hogy az emberek ilyet csinálnak. Aztán mutattam neki, hogy te hülye, meg a kezemmel, hogy túl közel vagy. Túl közel vagy. Na akkor maradt le, mikor már elfogyott a türelmem, akkor maradt le. Na képzeljétek el, van, aki ilyenkor csinál büntető fékezést, hogy megfékezze a mögötte levőt. Mert már elege van abból, hogy rémületbe tartja, olyan közel megyen hozzá, és végig az van, hogy baleset veszélyes helyzetbe sodorta mindkettőjüket. Értem? És ilyenkor ez nagyon helytelen. Hát az ember, ha valakihez közel megy, lehetőleg mérlegeljük már, hogy milyen kocsi megy előtte, meg mekkora a fékrendszere. Mert elég, ha két ugyanolyan kocsi van egymás mögött, hogy az elsőnek új a gumia, a hátsónak 5 éves, már nem azon a távolságon áll meg még kell reakció idő. Másfél-két másodperc a reakció idő egy átlag embernek. Egy autóversenyzőnek meg 0, mit tudom én, 1-2-3 tized másodperc. És ezt el szeretném mondani, és nagyon sok ember, tudom, hogy egy kicsit nem a legszebben beszélek, de patkány, mikor valakihez nagyon közel megyen. Mikor valakihez nagyon közel megy, az patkányság. Két oknál fogva is, végig balesetveszélyes helyzetbe sodorva közlekednek, illetve ha valaki előz, és nem tudja befejezni az előzést, már nem tud kijönni két kocsi közzé. Innen jön a másik problémám a mai nap, mikor én is előztem egy sort, mert ugyebár 10 autó előttem nem előzött meg egy olyan embert, aki 60-70-nel ment, hanem követték, mint hogyha kötelező lenne. Hozzá kezdtem előzni, és mondom, visszasorolok, mert szemből feltűnt egy kocsi. Majd, aki elé ki akartam menni, nem engedett vissza. Képzeljétek el, ennél szarabb ember a földön nem létezik, mikor ő a gázra lép, és nem akar kiengedni. És ilyenkor szokott baleset lenni, mert az az ember, aki ki szeretne sorolni, nagyon sok ember nem meri megtenni. Nem meri megtenni. De lehet már ő magával húzott egy másikat is, hogy előzzenek, és nem meri megtenni, fék, frontális ütközés, stb. Hát ilyenkor úgy lehet elkerülni inkább a balesetet, hogyha minden kötél szakad, hogy nem frontálisan ütközünk, hanem azt a mellettünk levő kocsit szemtelenül elkezdjük lenyomni. Hát ha eszébe jut, hogy van az ő kocsiján fék is, és akkor mégiscsak beenged. Frontális ütközés semmi szín alatt, értitek? Semmi szín alatt. Inkább meg kell tolni a melletted levő kocsit, úgy is fog segíteni, ha fene-fené teszik is. De frontálisban bárki meghalhat, nagyon sokan.
És mondom, a legpatkányabb emberek közé tartozik az, amikor nem bírod befejezni az előzést, még ráadásul azért, mert akit elkezdtél előzni a sor elején, ameddig 60-nal ment, utána meg látja, hogy előzik a sort, elkezd menni 80-85-tel. Nyilván hosszabb időbe telik megelőzni valakit, és ez is egy jellemtelen. Ha előzik, gyorsít, ha pedig vissza akarsz térni, nehogy bemenj egy kicsike helyre, amivel még megúszhatsz egy frontális ütközést. Szóval, kedves tanulóvezetők, az előzést jól gondoljátok meg, mert itt borzasztó higgadtnak kell lenni. Amikor valaki egy jó, kemény ember, az úgyis bele fogja tolni az árukba a mellette levőt, aki szemét, nem fog frontálisan ütközni, csak a gyengék. Értitek? És mivel ilyen szituációval a tanulási idő alatt nem biztos, hogy tanálkozunk, én meg nem engedem, hogy rámásszatok valakire, hogyha bárki vissza akar sorolni, akkor minimum legalább mi elébünk tudjon visszajönni. Értitek? Muszáj segíteni, muszáj. Mert ugyebár azt mondja a jó ember, jó közlekedő, segítsük a mások továbbhaladását, ne pedig hátráltassuk. Inkább érjünk haza 5 másodperccel később, mint sose. Értem? Nagyon fontos, hogy ezen elgondolkozzunk. Én is úgy szeretek közlekedni, hogy ne legyen előttem se hátam, meg egy se senki. Így a figyelem olyan dolgokra is kitevődhet, amire egyébként nem. Nagyon szépen lehet menni üres térbe, és mint mondtam nektek, 2 kamion közt, ha egy mód van rá, soha ne kocsikázzatok. Nagyon veszélyes. Nagyon-nagyon veszélyes. Eleve az első port kever, beveszi a légszűrő, összekarcolja az ablakot az éles kavics, a kavicspor, és nem éri meg. Bármilyen kérdésetek, nyugodtan tegyétek fel, mert tudok válaszolni, hogy ki hogy viselkedne, hogy oldaná meg ezt-azt. Segítek. Nagyon-nagyon sok kilométert vezettem már, mindenféle dologgal tanálkoztam, de minden nap van valami új, amikor valami szamár, vagy birka megmutatja, hogy még mindig van mit átgondolni, és számítani a dolgokra. Kezdővezetők, sose higgyétek azt, hogy ti már tudtok vezetni, de az se, aki 30-40 éve vezet. Én sem hiszem, és a normális ember nem hiszi. Csak is az van, hogy vigyázzunk egymásra. Ahogy mondja Györfi Pál, mindenkit hazavárnak. Persze, így van. És mondom, a kocsik közt óriási különbség van. Óriási különbség van. És mondom nektek, hogy egy Mercedes-szel, ha mentek, például egy jó gumival, olyan fék van, hogy harmadannyi úton megáll, mint egy másmilyen kocsi. Higgyétek el, mikor megszoktok valamit, azt hiszitek, hogy az jó, de mikor beleültök egy sokkal jobba, akkor meg meglepődtök, hogy csak szorultok bele a izébe, gyorsításnál az ülésbe, lassításnál, meg csúsztok rá a kormányra. Nagyon durva. És ilyenekre mindig oda kell figyelni, mindig. Soha ne bízzátok el magatokat, arra kérlek benneteket, soha, de soha, főleg ha utasotok van, mert ugyebár azoknak a testi épségéért is ti feleltek, ugyanúgy, mint forgalmi vizsgán én felelek a tanulóír, a vizsgabiztosír, és ha valamit én úgy ítélek meg, hogy belefér vagy nem fér, az az én felelősségem, mert ugyebár senkit nem akarok bajba keverni. Piros lett a lámpa, ezért nem gyorsulok, körülbelül 2-esben megyek 30-al. És ha szerencsém van, akkor pont zöld lesz, mire odaérek. És nem kell megálljak, ha szerencsém van. És
Mindenki áll, itt már fejéket nyomnak, látjátok? És nekem is meg kellett nyomni, mert változott a lámpaváltás. Mikor, ha ilyen lassan jövök, pont beszokta adni a zöldet. És állunk, feleslegesen állunk, állunk, állunk. Na, az elég hosszúra sikerült ez a videó, de na, erről ennyit.